Jó napot kívánok! Ez itt a Kína, mi van? Salád Gergelyel sorozat, amelyben kérdéseket teszek fel Kínával kapcsolatban és meg is válaszolom őket. Ki Kína leggazdagabb embere? Ez a mai kérdés. A válasz per pillanat, amikor ez az adás készül 2024 júliusának végén Zhongshanshan, a leg gazdagabb kínai, de ez könnyen változhat a következő napokban, hetekben, majd hamarosan megmondom, hogy miért. Csungsánsán nem más, mint a Nungfu Spring nevű ásványvíz vállalatnak az alapító elnök, vezérigazgató a istene. Tipikus kínai milliárdos. Kínában ugye már nagyjából Másfélszer annyi biliárdos él, mint az Egyesült Államokban, nagyjából ezer. Tehát ő ebből az ezer milliárdosból a leggazdagabb, és mint a milliárdosoknak egy jelentős része, egy ilyen igazi, hát ironikus módon amerikai sikertörténet, ez a, a, a leg, legszegényebb sorból küzdötte fel magát a csúcsra típusú történet az övé, egy szegény családban született az 1950-es években, a kulturális forradalom alatt az általános iskolából is kihullott, szán ilyen építkezéseken dolgozott segédmunkásként, aztán végül is be tudott iratkozni kínai szakra, ezt elvégezte, újságíróként is dolgozott, meg hájnán, szigetén rákokat, meg gombákat, meg egyéb herkéntjüket árult. Tehát tulajdonképpen az életnek sok területét megismerte, aztán a Wahaha nevű üdítő, ital, gyártó és forgalmazó cég ügynökeként ismerkedett meg az üdítő, ital Egy idő után saját vállalkozást nyitott, ez lett a Nungfu ami aztán a világ egyik legnagyobb egy ásványvíz és üdítő ital gyártó cége lett, és hát természetesen, ahogy ezek a kínai milliárdosok általában nem maradt meg egy szektorban, tehát nem csak ásványvizeket, meg üdítőket forgalmaz ma már, hanem vannak gyógyszertgyárai, meg egyéb szektorokban is érdekelt. Tehát érdekes módon nem valamelyik internetes óriásnak az alapítója, nem valamelyik high-tech pápa a leggazdagabb kínai, hanem a világ legegyszerűbb és leggyakoribb árucikkével, vízzel futott be Kína leggazdagabb embere. Az, hogy lehet, hogy mire ez az adás adásba kerül, már nem ő lesz az első. Ez annak köszönhető, hogy 2024 nagyon rosszra sikeredett. Egyrészt, hogy általában Kínában jelentősen Visszaestek a fogyasztások, a mindenféle eladások, a hongkongi hát ilyen egészségügyi hatóságok bekeményítettek kínai élelmiszeripari termékekkel kapcsolatban, illetve Kínában magában indult egy bolykott kampány, a Nungfu ellen valaki kitalálta, hogy a Nungfu-nak a dizájnja az túlságosan olyan, mint hogyha japános lenne, ilyen mindenféle japán elemeket vélnek felfedezni a csomagolásokon, és hát egy hazafias kínai azt természetesen nem fogyaszthat Japán, vagy japános, vagy japánra. emlékeztető ásványvizet, úgyhogy sokan abba hagyták a nungfu termékeknek a fogyasztását, hogy ilyen videók is megjelentek az interneten, hogy az emberek a WC-be öntik a Nungfu ásványvizet. Természetesen a, a cégnek a válasza arra, hogy neki semmi közük a japánokhoz, és igazából ezt az egész kampányt ezt a nagy konkurens, a Wahaha indította, a, ami ugye a, a másik nagy üdítőit a gyártócég Kínában és ahol egyébként is Sán maga is, kezdte a karrierjét. Szegény emberi azért nem fog válni, tehát annyi érdekeltsége van más szektorokban is, hogyha esetleg a piacvezető pozícióját a Nungfu elveszti, akkor is azért a leggazdagabb kínaiak között hosszú távon is számítanunk kell Zsungshanshára. Köszönöm szépen a figyelmet, a viszontlátásra!